Yeah. <laughs> Hát kérem szépen, konyul, avagy nem konyul, ez már nem kérdés, ugyanis egyértelmű, hogy ez a tető megindult lefele, és akik régebb óta követik ezt a csatornát, azok nagyon jól ismerik ezeket a képeket, akkor még ezek a gerendák nem voltak erre a nemzeti fekete-fehér ravatolozó színpárosításra festve, akkor nyers volt ez a gerenda, nem is volt még így alátámasztva, és arról folyt itt a csatornán a polémia, meg fog süllyedni, avagy sem, arról is volt szó, hogy ha le ez lenne rajta, biztos nem süllyedne meg, meg nem is kell ráállni, stb. Hát az élet az bebizonyította, hogy bizony mire sor került az épületnek a bevakolására, addigra bizony ez szépen meg is süllyedt. Nagyon jól látható, hogy utólag lett oda kendácsolva a homlokzatra ez az alátámasztó miskulancia. Nagyon durva, mert gyakorlatilag a homlokzati hőszigetelésre támasztja rá ezeket a pallókat, nem vágta ki a hőszigetelés, nem sülyeztette be a gerendát, nyilván nem, hiszen az egy óriási munka és kár lett volna, lehetett volna újra színezni, így majd jövő tavasszal kell ezt megtenni, amikor szépen be fog roppanni ez a hőszigetelés. Az eredeti koncepció látható módon teljes mértékben megdőlt, alá kell támasztani, ezt a tetőszerkezetet, majd lesznek további képek, ahol láthatjátok, hogy a vakolat megrogyott, megroppant ezek mellett, a gerendák mellett, és kénytelenek voltak ezt utólag alá bügykölni. Látható volt ez korábban is, nem tudom, hogy ezt miért kellett megvárni, én azt gondolom, hogy amikor egy ilyen tetőt megvizsgál az ember, vannak apró kis részletek, mint például ez a bogárrács és annak az elhelyezése, nem igazán tölti be a funkcióját. Tény az, hogy ez kb. 8 méter magasan van, és egy 300 mm-es telével lehetett ezt szépen lefényképezni. Le is fényképeztem, és meg is mutatom nektek. Igénytelen, sajnos, még akkor is, hogyha távol van, arról nem is beszélve, hogy eresz cseppentő fémszegésem sem került a tető szélére. Én azt gondolom, hogy egy nagyon komoly költségvetési budai agglomerációba épülő épületnél nem lenne szabad, hogy pár folyóméter bádogon mújon a szakszerű kivitelezés. Ezek az apró részletek, amik engem nagyon zavarnak, és ha ilyet látok, akkor bizony elkezdek alaposan belenézni a dolgokba, megkeresni azokat a lehetséges hibákat, amiket ilyenkor elkövetnek. Ugyanis ha az ember tovább enged egy munkafolyamatot, akkor utána az ő fejére is visszaszáll az egész hiba. Úgyhogy oda kell figyelni az apró részletekre, mert sajnos az mindig jelent valamit, hogyha azokra nem figyelnek oda. Itt is továbbra is ez a rendetlenül elhelyezett bogárrács látható. Mi már nagyon régen nem alkalmazunk ilyen műanyag anyagokat, nagyon nehéz vele dolgozni, inkább fém rostét használtunk. Ha tovább nézzük, akkor láthatjuk a homlokzati képen, hogy egy ilyen hosszú-hosszú gerendát raktak ide, néhány helyen megtámasztva. Nem igazán szerencsés, mert a két támasztási köz között nagyon nagy a távolság, arról nem is beszélve, hogy a polisztirol homlokzatra támasztják rá ezeket a tappancsokat, ez be fog roppanni, nem lesz hosszú életű ez a dolog. Aztán, ha tovább nézegetjük az épületet, akkor láthatjuk, hogy a sarkon levő élszarufáknál nem igazán mozdult meg a vakolat, vagy a fa, nem látható repedés. Az látszik, hogy két külön anyag találkozásáról van szó, de repedés nem látható, az élszarufa az stabilan áll a helyén. Ugyanez nem mondható el a mező középen elhelyezett szarufákról, ott már jelentős elmozdulás látható, közelebbről nem volt módon megvizsgálni, őszintén szólva nem is kérték, viszont az én szakmai kíváncsiságomat izgatja újabban az, hogy ezek a fa födém szerkezetek és tetők hogyan kapcsolódnak, különösen azóta, hogy volt az a bizonyos plüsses videó, ahol a megroppant tető alól ki kellett költözni a családnak a ducolás idejére, azóta a ducolás megtörtént, a család visszaköltözött, és úgy néz ki, hogy a vállalkozó bele fog állni, meg fogja erősíteni a tetőt még hozzá az útmutatásaink szerint. Ebbe természetesen bevonjuk a tervezőt is, hogy egy szakszerű és ellenőrzött folyamat legyen, ne csak valami javítgatás. Szóval itt egy komoly repedés látható a vakolat és a fagerenda között, nézzük meg ezt közelebbről. Ahogy látjátok, piros karikával jelöltem itt ezeket a találkozási pontokat, és bizonyott egy komoly repedés látható, nem akkora, mint a múltkori épületnél, de szerintem annál több, mint ami egy néhány hónapos vakolás után lehetne. És aztán persze sokan kérdezitek, hogy ilyenkor mi a teendő, mi a megoldás. Én azt gondolom, hogy meg kéne vizsgálni, hogy mitől mozdulhatott meg ez a tetőszerkezet, ha más nem a kapcsoló elemeket, kötő elemeket kell megerősíteni, pótolni, sűrűsíteni, esetleg vonóvasat beépíteni a tetőbe, hogy a vízszintes erőket valami felvegye, de hogy valami mozog, az biztos, és ez nem a kutya farka, ugyanis azt szokták mondani, hogy a kutya farka is mozog, mégsem esik le, szóval egy új épületnél azért de ne ez legyen a paraméter, hogy reped, mozog, de azért össze nem dől. Ne ezzel vigasztalják magukat sem a tulajdonosok, sem a kivitelező, de a tervező sem. Szóval tessék komolyan venni ezeket a dolgokat, megfelelő szakembereket be kellene vonni, lehet egy tervező nagyon jó, de ha nem látogatja az építkezést, nincs tervezői művezetés, mert hogy nem kötelező, akkor bizony egészen biztos, hogy nagyon nagy a lehetőség arra, hogy valami egészen más épüljön, mint ami a tervekben van. Kellene, hogy legyen tisztességes, felelős műszaki vezető. Én őszintén szólva, alig-alig láttam építkezésen élő, felelős műszaki vezetőt. Sajnos nagyon sokan csak aláírnak. Nagyon nagy tisztelet a kivételnek. Ilyen is van, de ritkán találkozok vele. Úgyhogy a megrendelő a legjobban teszi, Hogyha alkalmaz egy műszaki ellenőrt is, nekem egyébként rengeteg munkám van, úgyhogy nem magamnak szeretnék munkát, hanem csak egyszerűen figyelmet szeretném arra felhívni, hogy hiába van terv, ha azt nem olvassák, hiába van. Ö Megfelelő kivitelező is, hogyha nincs, aki őt megfelelő módon számon kérje, esetleg támogassa, mert hogy azért jó kivitelezők is vannak. Ha nézegetjük ezt a képet, ezt a hatalmas ereszkinyúlást, akkor ebben az az érdekes, hogy ez közel egy méter hosszban nyúlik ki, hiszen itt a uh, Ferde vetületet kell figyelembe venni, óriási nagy erők nehezkednek erre a csomópontra, hogy ilyen egyszerűen fogalmazzak, és uh, ezek bizony előbb-utóbb meg fogják hajtani ezt az élszarufát, ezt is jobban ki kellett volna gondolni. Hát nincs más hátra ezután, mint annyi, hogy azt kívánjam nektek, hogy építkezzetek jól, és Isten áld a tisztes ipart!